A Szegedtől való függetlenedésre emlékezve, algyő napján szentmisével indult a nap, amelyet Fazakas Attila plébános mutatott be. Ezt követően a hagyományokhoz híven Molnár Áron polgármester és Füzesi István alpolgármester megkoszorúzta a díszpolgárok emléktábláit és sírhelyeit. Örök nyugodalma, adj Uram neki, s örök világosság, fényeskedjék neki, hogy szent rólod körül. Mucza Béla Újszászon született 1922. december 1-én. Szülei Mucza Béla újszászi vegyes kiskereskedő és a jászberényi származású Csík Margit voltak. Mucza Béla atya elemi iskoláit Újszászon végezte, Kecskeméten érettségizett, majd Egerben teológiát végzett. 1952. október 26-án Egerben pappá szentelték. 1964. szeptemberétől 1989. májusáig algyőn plébános, tanácsos plébános. Negyed évszázados algyői szolgálata alatt hosszú az elvégzett feladatok listája. A templom és a plébánia bekerítése, parkosítása, a torony felújítása, a tetőszerkezet új rézzel való borítása, a világítás felújítása, a harangozás elektromos megoldása, festés a templomban és az oltárkép felújítása. Azt a nagyértékű faszobrot, amely a kis Jézust ábrázolja anyjával, Magyarországon csak kettő található belőle, saját költségén restauráltatta, hogy méltó helyre kerüljön az algyői templom szentélyében. Lelkesen dolgozott az algyő és népe monográfia tevékenységével összefüggő fejezetei kidolgozásában. A II. Világháború algyői áldozatainak emlékére állított márványtábla többek között személyes munkálkodásának eredménye. Valóságos kutatómunkát végzett algyő hősi halottai személyadatainak és kilétének felderítésében. Hívei szerették, az állami vezetés elfogadta, sőt elismerően szólt munkájáról. Szavaiban mindig megfontolt volt, jó példával szolgált mindenkinek, tanácsait elfogadták. Köszönésben nem tudták megelőzni, mindenkit előre üdvözölt. Algyő nagyközség önkormányzata 1999. október 1-én díszpolgár címet adományozott részére. Ezt a kitüntetést azoknak adományozza a testület, akik algyő életében huzamosabb ideig kulturális, művészeti, közéleti, tudományos tevékenységük kapcsán érdemeket szereztek, a közösségre jelentős hatással bírtak. Csömörre kerülése után minden év október 1-én algyő napjára hazalátogatott. Második aranymiséjét is Csömör után 2003. február 15-én algyőn tartotta. 2000-ben a településnek ajándékozta Süli András algyőnai festő három kérdezőtte festményét. 1989. május 25-től Csömörön plébános, tanácsos plébános, 2001-től tiszteletbeli főesperes. 50 év papi szolgálatban eltöltött időt nem lehet számokban kifejezni. Mégis ide kívánkozik néhány szemfelisített adat. 50 év alatt közel 2000 keresztelő, 1000 házasságkötés és több mint 350 ezer áldoztatás, illetve számos hazai zarándokok megszervezése van mögötte. Mucza Béla hosszantartó, példás, türelemmel viselt szenvedés után 2006. július 18-án a kistarcsai Flór Ferenc kórházban hunyt el csendesen. Az algyőiek úgy emlékeznek rá, mint közvetlen, barátságot, sportot, fiatalokat szerető, hivatását magas fúgon művelő plébánosra. A Szent Anna templom főbejárata melletti falon 2018. október
belsején avatták fel Huca Béla, katolikus tanácsos plébános, főesperes domborműves emléktábláját. Bánvölgyi László szegedi szobrászművész alkotását, amelynél most koszorút helyezünk el. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a tanácsadó polgármester urat, a Budaközési István alpolgármester urat, megjelent képviselőket és a kedves megjelenteket. Fehér Ignác díszpolgár, az első iskolaigazgató, aki nem csak az iskolásokat, hanem Algyő egész lakosságát tanította. Gyergyó Csomafalván született 1876. július 25-én. Székelyföldről érkezett Algyőre. A községi belterületi iskolába 1896-ban került Fehér Ignác, aki szorgalmazta a sárga és a fehér iskola épület felépítését. 1903-ban épült meg a sárga iskola, és az 1914-ben elkészült fehér iskola, amelyről kiderült valójában nem a színéről, hanem alapítójáról kapta nevét. 1902-ben az Algyői Elemi Iskola igazgatója lett. Feleségével együtt 1922-ig tanítottak együtt. 10 gyermekükből 9 érte meg a felnőtt kort, s 8 lett diplomás. Trianont követően is Algyő maradt, munkája középpontjában a tanítványok álltak. Azonban nem csak értük tett, hanem az egész faluért, az uradalom területén dolgozókért. A takarékosság hivatalos formájára, épp úgy, mint a selyemhernyő tenyésztésére és a kosárfonásra is, Fehér Ignác tanító, iskolaigazgató tanította meg az algyőjeket. Az algyőjeknek a gyümölcsfák oltását ajánlotta, új konyhakerti növényeket és gyümölcsöket honosított meg. Fehér Ignác feleségével együtt nem csak az iskolában szerzett tudásukat kamatoztatták, hanem a családból hozott ismereteiket is megosztották a község lakóival. Méhészkedéssel is foglalkozott, s hatására néhány algyői lakos is kedvet kapott. Megszervezték a méz értékesítését. 1935-ben vonult nyugdíjba, de továbbra is aktív életet. Ő alapította, és egészen az államosításig vezette a helyi szerveződéseket, az 1899-ben alakult hitelszövetkezetet, a háziipari szövetkezetet, a hangya szövetkezetet. Utolsó éveit Szegeden élte, itt temették el 1961-ben. Életéről, a róla és a családjáról szóló 2003-ban megjelent kötet szerzője, Baginé Makra Ilona, korábbi iskolaigazgató így ír. Fehér Ignácot az Algyői Elemi Iskola 19. század végi és 20. század elejé igazgatóját a kor algyői polihisztorának nevezem. A 2011. augusztusában átadott új iskola is az ő nevét viseli. Fehér Ignácot az unokák kérésére temették újra, az általa szeretett nagyközségben, Algyőn, ahol 2017-ben 10 sírhelyet kapott. Emléktábláján most koszorút helyezünk el. Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Minden évben megemlékezünk Algyő díszpolgáráról, Süli Andrásról, a festőművészről, naív művészemberről,
aki szülőfaluját csak halála után tette híressé, nevezetessé. 1896. november 30-án született Algyőn, szegény, egyszerű, de mélyen vallásos családba. Mikor szülei Algyőre kerültek, az utcabenek segítségével építették azt a kisházat, mely ezen a helyen áll. Innen járt iskolába, jófejű, szorgalmas gyerek volt. Fehér Ignác iskolaigazgató, látva kézügyességét, tehetségét, javasolta szüleinek a gyermekképzését. Ők azonban hallani sem akartak róla. Napszámosként dolgozott 18 éves koráig, ezután kosárfonó volt. Már gyermekét is foglalkozott rajzolással és festéssel, díszfestékkel, ceruzával dolgozott. Művei túlnyomó részét 1933 és 1938 között készítette. Képeinek uralkodó témája a szülőfaluja, a templom, a parasztudvar, a szoba, a tiszta tutajokkal és hajókkal, a vasútállomás vonatszerelvényekkel, a végtelenbe futó villanyvezetékek. Képet csinálni csak akkor lehet, ha belülről jön a gondolat, vallotta Süli András, akit született festőtehetségnek nevez Bánszky Pál. Szülőfalujában készen kapta a népi kultúra konstruktív, jelbeszédes és organikus nyelvét, melyet például az állandó jelzők használatához hasonlóan, ismétlődő sztereotípiákban, például szembeforduló galambok, repülő stilizált madarak, nemzeti színű zászlók, harmonikusan elrendezett belső terek, emberek és állatok egyformán fontosnak tartott ábrázolásában fejezett ki. Az 1934-ben Budapesten megrendezett Magyar Őstehetségük című kiállítására 34-40 képet küldte el, de vissza nem kapta sem a festményeket, sem azok ellenértékét. Ekkor elkeseredettségében, házuk udvarán, az otthon található összes képet rajzeszközt egy halomba rakta, és elégette. 1938-ban felhagyott a festéssel, Szegedre költözött, és életének hátralévő, több mint 3 évtizedében már nem festett képet, alkalmi munkából élt. Művei a paraszti és népi élet eseményeit ábrázolják naív stílusban. 1969-ben képei aranyérmet kaptak a pozsonyi nemzetközi naív kiállításon. 1969. október 20-án elhagyatottan, méltatlan körülmények között 73 évesen hunyt el. Az önállóvá lett Algyő elsőként 1998-ban Süli Andrásnak adományozott posztumot díszpolgári címet. Híres szülöttének földi maradványait hazahozatta a falu, s végső nyughelyéül 10 sírhelyet állítatott neki. Olá Ernő, az Algyői Torforgatók oszlopos tagja, Süli András életéről a Múzsa áldozata címmel könyvet írt, ezzel örök emléket állítva az egyszerű művészembernek. Mindannyiunk tiszteletét fejezzük ki itt és most az emléktábla koszorúzásával.
Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Dr. Piri József 1946. január 4-én született Algyőn. Szülői akaratra Szegedre került, tanulmányait a vasútforgalmi technikumban végezte. Első munkahelye is a vasútnál volt, de ő ennél többre vágyott. A katonasághoz való bevonulása előtt sikeresen felvételizett a József Attila Egyetem jogi karára. A 90-es évek elején Algyőt is elérte a változás szele. Törvény biztosította, hogy csak ott községként Algyő is kapjon képviseletet a szegedi közgyűlésben. Piri József így került először kapcsolatba a politikával és a közélettel. Ezzel egy időben elindult az algyői részvénykormányzat működése is, Piri József vezetésével. Az algyőiek nem tudták elfogadni az 1977-es döntést, és szerettek volna ismét önálló településen élni. Az ekkoriban megalakuló civil mozgalmak élére állt Dr. Piri József, és munkájuknak köszönhetően sor kerülhetett arra, hogy az 1997-es népszavazás után ismét saját önkormányzata lehessen a községnek, mely megvalósíthatta a csatornázást, az utak szilárd burkolatát, majd megvalósították a Borbála fürdőt, és ebben az évben felavatták az új iskolaépületet is. Élete főművének tekintette az önálló Algyő megszervezését, az önkormányzat és a hivatal beindítását. Fontos volt számára a falu megítélése és elfogadtatása. 1998-tól 2010-ig tartó polgármestersége alatt számtalan alkalommal bizonyította, hogy ezt a feladatot neki találták ki. Olyan hivatásnak tekintette munkáját, mely nagy felelősséggel jár, és tudta, hogy a döntések mindig számon kérhetők, így mindig megfontolt volt. Imádott olvasni, és vallotta, hogy sikeres életművét nagyrészt annak köszönheti, hogy rengeteg könyv megfordult a kezében élete során. Munkáját több díjjal is jutalmazták. 2011-ben Algyő nép nagyközség képviselőtestülete 10 polgári címet adományozott neki. Dr. Piri József 2016. március 22-én hunyt el. Algyő 1997-ben Szegedtől független településsé vált, és önállóan fejlődött tovább. A 20 éves évfordulón az egykori polgármester Dr. Piri József dóporműves emléktábláját avatták fel a községháza épületének homlokzatán, melyet Bán Gyöngyi László szegedi szobrászínész készített fel. Az emléktábla megkoszorúzásával mindannyian tiszteletét fejezik ki előttek.